A hetek óta tartó szárazság miatt nagyon gyenge a legelő a karcagi Kecskedi pusztán is, ahol Bene Sándor állatállománya legel. A gazdálkodó szerint legalább 60 mm eső hiányzik a talajból, ha nem lesz rövidesen eső, az elvetett kalászosaik is megsínlik ezt. A Bene család legeltetési állattartással foglalkozik. A téli szállásról kihajtották a nyári legelőkre az állataikat. 250 hortobágyi racka juhot tartanak, van 100 húsmarhájuk és 15 lovuk. Hortobágyi racka juhokat, vagy a régebbi ősebb nevén magyar juhot tartunk, fehér és fekete színváltozatban, amelyet tenyésztünk és igyekszünk hozzájárulni a fajta genetikai fenntartásához, és ezen kívül húsmarhákat tartunk, tenyésztünk. Ez egy magyar tarka és limuzin keverékállomány, és ilyenkor tavasszal a Szentgyörgy nap környékén hagyományosan, vagy ha az idő engedi, illetve ha már elég erős a mező, akkor hamarabb szoktunk kihajtani az állatokkal, és akkor őszig, szeptember végéig, októberig, amíg olyan idő van, meg van tényleg elérhető mennyiségű takarmány nekik, addig szoktunk velük kint maradni. A legeltetéshez a terület adott a Kecskedi pusztánál. Bene Sándor ugyanazt a gazdálkodást folytatja családjával, amit még édesapjával kezdett el évekkel ezelőtt. Az alapvető feltétel a legeltetéses állattartásnál, hogy legyen megfelelő mennyiségű terület, úgy, ahogy például a nomád elődeinknél ők is hatalmas területeket bejártak, voltak téli meg nyári szálláshelyek, és úgy tartották az állataikat. Tehát végülis nekünk is úgy alakult az élet, hogy a téli úgymond szálláshely az másik helyen van, nyára viszont nyári szállásokra hajtjuk ki a juhokat és a marhákat, és ide a Kecskedi pusztára. Lovaik egyrészt a legeltető területek karbantartásában vesznek, másrészt az általa vesztett pusztai róka nomád hagyományőrző egyesület lovas igényeinek egy részét is kiszolgálják. Igen, hát 15 lovunk van összesen. Egyébként azt el kell mondanom, hogy édesapámmal gazdálkodtunk éveken keresztül, vagy az egész család, azt lehet mondani. És akkor végül is ugyanazt a gazdaságot visszük tovább, amit ő irányított évtizedeken keresztül, és az állat létszám is végül is ugyanaz szinte, tehát juhokból van egy 250 anyaállatunk, marhákból van 100 darab tehenünk a húsmarhából, illetve hát lovunk van 15 darab, ezek főképpen sági arab fajtájú lovak, és hát a területeknek a karbantartásában vesznek részt, tehát azt szolgálják részben, hogy rendben legyen tartva a környezetünk, szépen le legyen legelve itt a Kecskedi pusztának az a része, amit rájuk bízunk, illetve hát a pusztai róka nomád hagyományozó egyesületnek a lóigényének egy részét is kiszolgálják. Nagyon jól érzik magukat a legelőn. Egész nap játszanak, szaladgálnak, s amikor úgy adódik, közelebb jönnek a tanyához, s jót isznak a friss hideg kútvízből. Nagyon jó természetű, jó idegrendszerű, jó készségekkel rendelkező négy láb kesely, hókafejű pej, ló. És hát tényleg egy igazi társ. Hát azt lehet mondani, hogy az embernek kitalálja a gondolatait, olykor ő is szeretne szólni valamit. Jó huncut, menjél arrébb. Egyébként inni jöttek be, tehát ők itt szabadon élnek kint a legelőn, egész nap játszanak egymással, meg szaladgálnak a gyepen, és hát mikor úgy adódik, megszomjaznak, akkor itt közelebb jönnek a tanyához, és akkor jót isznak a friss hideg kútvízből. A telet átvészelték, volt elegendő takarmányuk is, tavaly elegendő szálas takarmányt gyűjtöttek be, amiből maradt is bőséggel, így nem lesz gondjuk, ha kevesebb lesz idén a széna. A rendkívüli száraz tavasz megviseli a határt. A gyep nagyon gyengén indult meg. Alig van itt legelni a marháknak, juhoknak a sovány mezőn. A szántóföldeken is hatalmas nagy a szárazság. A kapás kultúrákat félig szárazföldbe vetették. Ha nem lesz eső, nagyon heterogén lesz a kelés a gabonáknál. Nem lenne baj, ha néhány alkalommal kapnánk 20-25 mm-eket. Tavaly évben, hál' Istennek, tudtunk elegendő szálas takarmányt, szénát készíteni a területeinkről, és maradt is szerencsére bőséggel. Úgyhogy az idei évben azt gondolom, hogy nem lesz gond, még ha kevesebb lesz a takarmány is, akkor se lesz probléma, mert vannak tartalékaink. Habár a tavasz az rendkívül száraz, elkeserítően azt lehet mondani, tehát a gyep is csak nagyon gyengén indult meg, tehát alig van mit legelni a marháknak, a juhoknak ez a kisebb mező is egyébként az elegendő.
de a marháknak elég sovány a mező, azt lehet mondani, és hát a szántóföldeken is hatalmas nagy szárazság van, el vannak vetve mindenfelé a kapás kultúrák. Azt lehet mondani, hogy hát ilyen félig száraz földbe lett vetve, tehát ha nem lesz eső, akkor azt gondolom, hogy nagyon heterogén lesz a kelés. A gabonák is megsínylették egy kicsit ezt a szárazságot, úgyhogy hát nagyon várjuk az esőt. Ha nem lesznek áztató esők, egy hónap múlva a nagy szárazság miatt más lesz a határképe.